Felmentették Markó Attilát az utolsó perében is, ezt maga az RMDS volt politikusa jelentette be tegnap közösségi oldalán. Markó Attilát azzal vádolta az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség, hogy a Restitúciós Hatóság Kártérítési Bizottságának tagjaként hivatali visszaélés révén hozzájárult a román állam megkárosításához, ám végül hosszú évek után a bíróság Markó Attila javára döntött. Az RMDS politikusa közölte, a 2014. november 20-a óta eltelt közel 8,5 év alatt 5 vádemelés történt ellene, ezek közül 3 perben felmentették, 2-ben pedig az ügyészség ejtette a vádakat. További 32 teljesen azonos kártérítési ügyben az ügyészség megszüntette az eljárást az első jogerős felmentés után. Itt ér véget ez a történet, írta Markó Attila, megköszönve a támogatást és a biztatást. Találkozunk otthon, írta a meghurcolt politikus, aki egy adott időszakban az Interpol is körözött, mivel az eljárások kezdete óta külföldön él.